Csak néhány kattintásra van szükség ahhoz, hogy az interneten bárki találjon házi praktikákat a fejfájása kezeléséhez. A világhálón rengeteg fórumon osztják meg a betegek a panaszaikat és a vélt gyógymódokat egymással. Egyre gyakoribb, hogy az orvoshoz a betegek egy része már maguk által az internet segítségével felállított diagnózissal érkezik. A feltétel érzi azt, hogy nem úgy járunk el, ahogy szeretné. Az internet segítségével önmagunkat diagnosztizálni veszélyes, kifejezetten káros is lehet, ezt mondja a házi orvos. Schlanz Roberthez leginkább a fiatalabb korosztályból érkeznek, akár konkrét gyógyszerezési elképzeléssel is a betegek. Akkor veszélyes, hogyha csak az internetről vagy más termékekből tájékozódnak, és nem kérik ki a véleményünket a kezeléshez, akkor lehet veszélyes. Vagy esetleg a kuruzslókhoz fordulnak, ami manapság is sajnos még létezik. A házi orvos azt mondja, a legtöbb gondot az orvosi kontroll nélkül használt az interneten megrendelt koleszterin szint csökkentők és az izomtömegnövelő szerek okozzák. Ezeknél ugyanis könnyen előfordulhat visszafordíthatatlan májkárosodás.